standardisták! Téged figyelmeztettelek! Fordulj meg! Tényleg nem igaz-e, hogy a tanítványok hatott Jancsóra? Én azt nem merném kijelenteni. De ebben a szereplőmozgatásban. Nem, ez is valószínűleg a korszelleme is. A fényes szelek akkor még nem is készült el. Hát azért mondom. De nem, de hát ott volt a szegény legények már. Szegény legényekben. Azért abban... Igen. Mi volt Jancsó véleménye a tanítványokról? Hát akkoriban még volt úgynevezett főiskolások és egyetemisták művészeti fesztiválja, ami ilyen összművészeti volt. Igen. És ott utóbb mondta el, amit most mondok, ott a tanítványoknak akarta adni a fődíjat. Erre a rektor leszólt, mert nyilvánvalóan neki is valaki az csak szólt, hogy nyet. Erre a Jancsó nem ment el a központi ünnepségre, ahol az összes többi szekciónak kiosztották a díjakat, különment, és nekünk hál' Istennek volt egy másik filmünk, egy Szakonyi novellából, és azt kapta a fődíjat. És ott vagyunk lefotózva egy borzalmas vázával, azt kapta. Jeles Jancsó meg én vagyunk egy fényképen. De az igazi balhé azért ott volt, hogy ugyanabban az évben és ugyanazon a fesztiválon jelent meg a későbbi Vannak változások filmnek a alapfilmje. Ez a két film azért egy dolgot kivívott szerintem. Abban az évben volt az első igazán nagy kör a főiskolai felvételire, és ez kifejezetten hátrányos volt. Mit szólt a végantalnak az írásához? Hát végantalt, hogy mondjam magának, egy kicsit tekkelek rá, mert nagyon kitagadta. És még egy harmada se volt igaz. A többi mind hazugság volt. Ezt szemébe is megmondom neki. Olvasták azt a cikket ugye a valóságban? Olvastuk. Igazat írtak? Igazat. Végantal az egy csosza ember. Az akkori dokumentumfilmesek azok előbb becsöngettek, és aztán kapcsolták be a kamerát, amikor már megbeszélték. Ez volt az igazi eredendő baj, mert nem csak pontosan a kamerát akkor kapcsolták be, hanem előtte elmentek. Meg is beszélték. Így van pontosan, és akkor azt mondták, hogy Fucskó néni most azt mondja, hogy, és addig vették amit a föl, amit egyszer csak, és látni rajtuk, hogy feszengen. Mert abban az első intrádában, amikor veled először találkozik, és ez soha nem fog visszatérni, az olyan érzelem gazdag, annyi mindennel dúsított, hogy benne is földrémlenek az emlékek és a képek, hogy azt az életben nem tudod reprodukálni. Ezért van az, hogy beszengenek is, vigyázva, kiöltözve. Na most dokumentumfilmben pláne kínos ez, azt mind a mai napig látni. Állati jópofák, ráadásul még le is lehet írni, mert hát majdnem, hogy betanították. Hagyj ne mondjam, hogy van, aki be is tanította hősét úgynevezett dokumentumfilmben is. Bizonyos megfontolások mégiscsak arra késztettek, hogy lehetőség szerint próbáljuk azt is ábrázolni, hogy ez, amit prezentálunk, ez a valóságnak egy töredéke, mert hihetetlen technikai formációkon keresztül sikerül részben megvalósítani, majd pedig abból teszik úgy össze, mint hogyha az egy folyamatos közlés lenne. Igenis, a stábot azért bele kell venni, a mikrofonozást, és lehetőség szerint a vágásba is, amit aztán következetesen kócosságnak becéltek, tehát hogy magyarán nem volt olyan jól fésült, annyira sima és gördülékeny a végső szerkesztés és elbeszélésmód, ott is legyen meg ez a szakaszosság, hogy ez bizony részekből áll, amik között nem csak feltétlenül folyamatosság van, hanem diszkrepancia, ellentmondás, kontraszt. Kifejezetten bent hagytam azokat a bakikat is, ami arról árulkodott, hogy én bizony nem vagyok ismerős ezen a terepen. Én nem vagyok egy parasztkutató, én nem vagyok egy agrármérnök, hogy most csak a parasztságról beszéljek. Én nem értek igazán a néprajznak nem tudom én hány rétegéhez, és így tovább. A kamera értelmezi a szituációt. Mert mindig arról beszélek, hogy a dokumentumfilm hamisít, mert egy szekvenciát vesz föl, és így tovább. De csak akkor, hogyha tényleg nem érzékelteti azt, hogy hol, hogyan, mikor. Annyira átéltük, hogy itt
az örökké valóságnak csinálunk valami cementet, amin utána már nem lehet változtatni, hogyha standardbe kerül, hát az hétszentség, főleg a celluloidnál, nem úgy, mint ma, hogy ott hát tényleg vérre ment, na szóval nem arra, hogy hát akkor lesz így, vagy lesz úgy, hát szóval...